Az elmúlt napok kánikuláról, szárazságról szóló hírei között már számos információ felbukkant. Megtudhattuk például, hogy az aszály miatt kevesebb lesz a gabona, eltűnt a víz a Vekeritóból, de azt is, hogy a hőség miatt a duplájára nőtt a vízfogyasztás a debreceni állatkertben. Pest megyében néhány településen már megjelentek a lajtos kocsik, máshol pedig vízkorlátozásokat jelentettek be. Mi a helyzet Debrecenben? Hogyan alakult a vízfogyasztás a legforróbb kánikulai napokon? Mekkora terhelést kap a rendszer? Aki elmondja, Gorján Ferenc, a Debreceni Vízműzé RT vezérigazgatója. Jó estét kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok! Na hát, itt azért ilyesmiről nincs szó, ugye? Vízkorlátozás, egyáltalán hogy néz ki a rendszer, mennyi egy átlagos napon a fogyasztás, és hogyan alakultak ezek a számok a mostani forró kánikulai napokon? Természetesen ezt mi is érezzük, hiszen a hőmérséklet arányosan növekszik a vízfelhasználás is. Duplázásról az állatkerthez hasonlóan mi azért nem beszélhetünk, de 50%-os növekményről igen. Debrecen város átlagos napi vízfelhasználása 40 ezer köbméter per nap körül szokott lenni. Most az elmúlt időszak a hőségriadó ideje alatt mértük a legmagasabb napi fogyasztást, az június 30-án volt, akkor 59 ezer köbméter volt a város napi vízfelhasználása. Érdekes, hogy az elmúlt év ugyanezen időszakához képest ez olyan 10 ezer köbméterrel több, mint tavaly ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy tavaly ilyenkor még nem volt hőségriadó, illetve talán a pandémia miatt még nem is álltak helyre a vízfelhasználások. Egy nap az úgy néz ki ebben a tekintetben, mint hogy egy 24 órás szolgálatról révén szó, folyamatosan a felhasználásokhoz kell igazítani a víztermelést, a tisztítást, az elosztást, a szivattyúzást, közben egy csomó feltételnek meg kell felelni, áramlási sebességek, nyomások, tartózkodási idők. Ehhez igazítottan kerülnek ezek a művek üzemeltetésre. Most sokkal nagyobb kapacitáson működik mind a három víztermelőtelepünk, illetve tartaléknak mindig ott van, amiben naponta azért veszünk át egy állandó mennyiséget a KFC-re települt felszíni víztisztítóműről érkező távvezetéken keresztül érkező víz. A mostani, ez az 59, majdnem 60 ezer köbméter per nap, az hol van a rendszernek, ha beszélhetünk egyáltalán ilyesmiről, hol van a rendszernek a felső határa? Többfajta rendszerhatáról beszélünk, ez egy nagyon érdekes kérdés. A legmeghatározóbb az, hogy mennyi a napi utánpótlódás. Elsődlegesen 98 darab kút az, ami biztosítja Debrecen város vízellátását. Ezek, amit mindig el szoktam mondani, ezek kb. 200 méter mély kutak, és 8000-10000 éves vizekről beszélünk, tehát a 8000-10000 évvel ezelőtt lehullott csapadékból beszivárgott vizet termeljük meg és tisztítjuk megfelelő módon, már amennyire kell, szerencsére annyira nem szükséges. Ennek van egy napi utánpótlódása. Ezt a napi utánpótlódásnál többet nem termelhetünk ki. Ez a napi utánpótlódás ez olyan 70-80 ezer köbméter körül szokott lenni naponta. Tehát bőven van alattunk még tartalék, de ez nem jelenti azt, hogy mindig így lesz. Ez az egyik, amit figyelembe kell venni. A másik, hogy a kutaknak is van egy kapacitása. Egy időben hány kút mehet, mennyit tudok kivenni, ezt meghatározza a gépészeti kapacitás. Kapacitása van annak, hogy mi az, amit a hálózatra be tudok tolni, és van egy kapacitása magának a hálózatnak is, hogy mi az, amit képes elvezetni, eljuttatni. Mindig szoktam mondani például a bank esetét, ami egyre népszerűbb. Ott egyébként most bevezettük azt, hogy semmit nem fogunk engedélyezni, egész egyszerűen, mert bank település részre érte már a kapacitás határát. Tudnék több vizet nyomni a rendszerbe, de amíg nincsenek meg a szükséges hálózat bővítések, addig nem tudom kielégíteni azokat a vízigényeket, amik ott keletkeznek. Az mit jelent, hogy semmit nem fognak engedélyezni? Ott locsolni, ilyesmit lehet-e csinálni? Új bekötések megvalósítását. Tehát úgy szoktam mondani, nagyon buta példával, hogy gyakorlatilag van egy literes kancsóm, amiből meg tudok tölteni, az egy literes kancsóból 10-1 decis porrat meg tudok tölteni, az arra elég. Hogyha 12-13-at akarok, akkor kell még egy kancsó, vagy egy nagyobb kancsó. És bank ellátási övezetének ez a része, ami az a vezeték, ami bemegy, ez egy 100-as vezeték, az már nem elégséges arra, hogy a jelentkező újabb vízigényeket biztonsággal ki tudja szolgálni. Hiszen nekem folyamatosan a már meglévő felhasználóknak garantálnom kell a megfelelő minőséget, mennyiséget és nyomást. És már most ezekben a nyári csúcsfogyasztású időszakokban is vannak nyomáshiányuk. Az aszály az valamilyen módon van hatással ezekre a napi kivétekre? Igen. Mivel a ivóvízről beszélünk, de az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Debrecenben is érvényes az országos statisztika, hogy a felhasznált víznek mindösszesen a 2%-át, azaz a 2%-át az, a 2%-a az, amit konkrétan ivásra használnak az emberek. A többi 98 része az mosás, mosogatás, fürdés,
kertesházakban öntözés, locsolás, autómosás, bármi egyéb vízhasználat képezi. Ezért ilyen értelemben van jelentősége az aszálynak is, hiszen amit nem a csapadékpótol, illetve nem a talajvíz nem képes akár a növényzetet táplálni, akkor azt ivóvízzel, öntözéssel pótolják a felhasználók, és ilyen szempontból érződik ez a nagyobb vízfelhasználás is. Tehát igen, van jelentősége az aszálynak. Itt kell majd a tudatosságról beszélni, hogy hogyan lehet okosan gazdálkodni ezzel a vízkészlettel. Ezek határozzák meg egyébként a vízkorlátozási terveket is, ahol, ahogy a bevezetőben is elhangzott, hogy valahol már volt erre szükség. Ezt is akartam kérdezni, hogy hogyan tudunk segíteni egy kicsit magunkon is, egy kicsit a rendszeren is, meg azon, hogy gördülékenyebben működjön ez az egész vízellátás. Vannak önnek jó tanácsai, mit csináljunk, mit ne csináljunk, hogyan takarékoskodjunk a vízzel? Azt hiszem, hogy látszik ez most már, hogy egyre inkább felértékelődik a tiszta víz, a víz, az egyáltalán az ivóvíz, mint olyan. Az a bajom, hogy csak ilyenkor. Erre szolgál egy fogalom, az úgynevezett vízgyémánt paradoxon, ami arról szól, hogy ha nálunk van a világ legértékesebb gyémántja, azt például Debrecenben vagy a civilizációban őrizzük, vigyázunk rá, nem adjuk semmiért, hiszen tudjuk, hogy mekkora kincs. Azonban ugyanaz a gyémánt a sivatagban, a Szahara közepén egy deci vízért odaadjuk bárkinek. Tehát, hogy mindig akkor értékeljük a vizet, amikor nincs. Amúgy meg, hogy milyen drága, mennyi gond van vele, észre se vesszük, megszoktuk, hogy megnyitjuk, folyik. A legfontosabb változás az tudatban kéne, tudatosítani kéne, hogy ez valóban érték, valóban kincs, ne csak akkor dicsérjük, amikor éppen nincsen, ne csak akkor dicsőítsük, hogy ez milyen fontos, amikor nincsen vagy a szájos helyzetben, hanem tudatosan kéne ezzel foglalkozni. Miket lehet csinálni? Fogmosásnál zárjuk el, ne folyassuk. Igen, de leginkább tényleg a tudatos, van egy általánosabb dolog is, ami lehet, hogy akár sértő is, de úgy az ember, hogyha magában néz, az általános emberiségre jellemző tulajdonság, hogy az igények és a szükségletek aránya. Hogy az igények általában nagyobbak, magasabbak, mint a szükségletek. És ezek okozzák gyakorlatilag ezt az aránytalanságot, hogy többet kell bejuttatni a rendszerbe az igények miatt, mert azok jóval magasabbak, mint a szükségletek. Természetesen nem lehet megtiltani senkinek se, hogy ne locsoljon. És itt érek rá a vízkorlátozási tervre. Ugye a vízellátás az egy közcélű tevékenység. A legeslegfontosabb azok a felhasználók, az ivó, tisztálkodási, életfenntartáshoz szükséges vízigények kielégítése. A vízkorlátozási tervet akkor rendelhetünk el, amikor havári esemény van, tehát valamilyen természeti csapás, háború, valamilyen nyári csúcsfogyasztás van, vagy valamilyen hatósági intézkedés van, vagy olyan műszaki üzemzavar van, aminek az elhárítása akadályozza azt, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni. Ezt mindig az adott üzemeltető készíti el, és hagyatja jóvá az ellátásért felelőssel, ez esetünkben az önkormányzattal vagy önkormányzatokkal. Itt van egy meghatározott sorrend, ami alapján a korlátozások bevezetésre kerülnek. Az első, amit én már bevezettem, arról a felhasználók nem is tudnak, én megtiltottam most a hőségriadót a kollégáknak minden olyan tervezett karbantartási tevékenységek, amik nagyobb vízhiánnyal járnak. Szivacsos mosatások, tároló mosatások, egyáltalán olyanok, amik esetleg járhatnak nagyobb vízfelhasználással, hogy az ne hiányozzon a rendszerből. Ettől még a rendszer üzemel működik. Aztán van egy ilyen sorrend, hogy először, hogyha szükség van, akkor be kell tiltani a jóléti típusú vízhasználatokat, tehát a fürdőket, mármint a házi strandokat, rekreációs célú történeteket, aztán következnek a gazdasági üzemek, tehát olyan ipari üzemek, amik nem létfenntartáshoz szükségesek, hanem gazdasági célzattal használnak jelentős vizet, aztán következik a természetvédelmi célú vízhasználatoknak a csökkentése, majd az állatitatáshoz és haltenyésztéshez kapcsolódók, utána az egészségügy, és legvégső esetben van csak a lakosságnak ez a fajta korlátozás. Debrecenben, hál' Istennek, eddig erre még nem került sor. Ezt akartam mondani, vezérigazgató, hogy azért nyugtasson meg minket, hogy azért ezektől a felsoroltaktól azért messze vagyunk. Akkor is, hogyha mondjuk napokon, heteken át mondjuk ilyen 59-60 ezer köbméter körül alakulna a vízfelhasználás? Elvileg igen, hiszen ez még a napi utánpótlódáson belül van. De ezek a mostani aszályok, ezek majd később jelentenek gondot. Tehát, hogy mondtam is, ezek most 8-10 ezer éves vizek, amiket termelünk. De változhat úgy, akár egy földrengés, vagy bármi miatt a földnek a geofizikája, hogy ezek a víztestek a felszín alatt megváltoznak. Ez most rendelkezésre áll, ez a vízkészlet, de nem fog. Tehát ne vegyük természetesnek, és úgy szoktam mondani, hogy a vizet csak vízzel lehet pótolni. Tehát az a csapadék, ami most hiányzik, nem esik le, az nem is tud beszivárogni, nem tudja táplálni ezeket a mélységi vízbázisokat sem, nem csak a talajvizet, vagy lásd bekerító, hanem a mélységi vizeket sem tudja táplálni. Akkor a mezőgazdászok mellett mondhatom azt is, hogy a vízmű vezérigazgatója is kémleli az eget és esőt vár. Igen.
Hát akkor reméljük, hát ha tudtunk egy kicsit esőt csinálni ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is.